A tagból egy új futball alapú sport, amely mind a profi focisták, mind az amatőr sportbarátok számára alkalmas a technikai tudásuk, koncentrációs készségük és állóképességük fejlesztésére. A játékot egy speciálisan meghajlított asztalon játszák ketten, hárman vagy négyen. A Fidesz frakció javasolta, hogy a szabadidő és tömegsportot ilyen módon is érdemes színesebbé tenni, mondta el az átadó Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője. Ez egy magyar találmány, eléggé népszerű, már világszerte, azt lehet mondani. Heves megyében ezek az első darabok, amelyek ide érkeztek, így ilyen módon, mivel az a javaslat támogatásra talált a költségvetés elfogadásakor, ilyen módon két tagból asztallal gazdagodik Eger városa, illetve az egri sport szerető polgárok. Ez egy újdonság, ki lehet próbálni, úgyis most itt a nyári szünet, tehát mindenkinek hajrá! A programon Habis László polgármester kifejtette, számos sportfejlesztés zajlik a városban, hiszen az egészséges életmód a mozgás napjainkban igazán fontos tényező. Martonné Adler Ildikó amellett, hogy a sportért felelős alpolgármester, felsővárosi képviselő is, így örömét fejezte ki az új eszköz kapcsán. Azt hiszem, hogy a legjobb helyre került az egyik tagból asztal a kettő közül, ami a városunkba érkezett, hiszen a felsőváros a foci utánpótlásnak a bázisaként szerepel. És azt gondolom, hogy a kis focista palánták, ez biztos, hogy előszeretettel fogják kipróbálni, és a klasszikus foci edzés szünetében, vagy pedig azután levezetésképpen játékosan tudnak itt focizgatni, tagbólozgatni. Az átadó utánfocisták mutatták be a játékot a tagból asztalon. A másik ilyen eszköz mostantól az egri termálfürdőben áll a sportolók rendelkezésére.